більш Oroszország nem akar a békéről tárgyalni, amikor ezt mondja, Moszkva hazudik, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök videóüzenetében. A legkevesebb harci hadműveletek az elmúlt napokban a Donbászi régióban voltak, leginkább Bakhmut és Szoledár irányában. Az államfő kiemelte, az ukrán csapatok tartják pozícióikat. Oroszország veszteségeinek valós mértékét titkolják az orosz társadalom előtt. Azt hazudják az embereknek, hogy a mozgósítási folyamat befejeződött, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette, készen állunk a békére, a tisztességes és igazságos békére, aminek a feltételeit már többször is közöltük. Mint ismeretes, Kiev egyik alapkövetelése az orosz fegyveres csapatok visszavonulása Ukrajna 1991-ben megállapított határvonalához. Do наших людей za Це покарання для усіх, хто винен, і повne відшкодування. Нам Az Egyesült Államok katonai segítségnyújtási parancsnokságot létesít Németországban az ukrajnai fegyverszállítások és katonai kiképzés koordinálására, jelentette be az Amerikai Védelmi Minisztérium. A Pentagon közölte, újabb 400 millió dolláros katonai segéről is döntés született Ukrajna javára. Az új németországi katonai irányítási hely annak a bizonyítéka, hogy a Kijevnek nyújtott amerikai segítség hosszú távú. Washington a következő napokban egyebek mellett 1100 harci drónra vonatkozó szerződést, valamint 45 tank felújításának anyagi fedezetét is aláírja Kievvel. Az Ukrajnának nyújtott fegyverzetet hosszú távú ipari szerződések keretében biztosítják, nem az amerikai hadsereg készleteiből vonják le. Összefognak a legfejlettebb iparú demokráciákat összefogó G7 csoport tagjai az orosz támadás alatt álló ukrajnai civil infrastruktúra védelmében. Jelentették be a hetek külügyminiszteri tanácskozása után. Annalina Berbok, a soros elnök, Németország külügyminisztere kiemelte, a G7 egységesen ítéli el az ukrajnai polgári infrastruktúra ellen rakétákkal és önmegsemmisítő drónokkal mért orosz csapásokat. A hetek kidolgoznak egy mechanizmust a lakosság energia és vízellátását szolgáló létfontosságú létesítményekben okozott károk elhárítására, illetve a védelmére. A G7 összeállít Ukrajna számára egy téli csomagot is, ami a többi között konténereket és áramfejlesztő berendezéseket is tartalmazni fog. A G7 csoport informális egyeztető fórumként működik, az Egyesült Államokat, Franciaországot, Japánt, Kanadát, Nagy-Britanniát, Németországot és Olaszországot, valamint az Európai Uniót, mint nemzetek feletti intézményt fogja össze. Törökország a november 19-én lejáró Isztambuli Kabona Egyezmény meghosszabbítására összpontosít, közölte a török elnök hivatalának kommunikációs igazgatósága, miután Recep Tayyip Erdogan Isztambulban fogadta Jens Stoltenberg NATO főtitkárt. Moszkva, Kijev, Ankara és az ENSZ képviselői július végén írták alá háború sújtotta Ukrajna kabona kivitelére vonatkozó megállapodást. A globális élelmezés biztonságot szavatoló dokumentumcsomag augusztus 1-én lépett hatályba. Erdogan és Stoltenberg találkozóján szó volt még az orosz-ukrán háborúról, Törökország és Görögország kapcsolatáról, valamint Svédország és Finnország NATO csatlakozásáról. A miniszteri kabinet több mint 34 millió hrivnyát különített el a belső menekülteket ingyenesen elszállásoló kistérségek közüzemi költségeinek kompenzálására. Az összeget az államháztartás tartalék alapjából irányozták elő, melyet a kommunális és állami intézmények, valamint a magánoktatási intézmények lakóik rezsiköltségének megtérítésére fordíthatnak, áll a Területfejlesztési Minisztérium sajtószolgálatának közleményében. Júliusban mintegy 6200 kommunális és állami tulajdonú vállalat közel 100 ezer menekültnek nyújtott szállást. A háború 8 hónapja alatt eddig több mint másfél millió belső menekültet szállásoltak el a kistérségi Ukrajna szerte. Ezen kívül több mint 163 ezer személynek segítették a lakóhelykeresését. Az ukrán-magyar határszakaszon közel 6300-an léptek be pénteken Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5500-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség közel 300 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok a rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a katasztrófa védelemmel, az idegenrendészettel, az államvasutakkal, valamint a segélyszervezetek munkatársaival. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létventartási támogatásban részesülnek, az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket.